it snows. The world is your snowball just for a song. Ahó Isten, meghozott mindenkit, köszöntünk benneteket. Nagy szeretettel a Biológia Szabad Egyetem stábja nevében. Nagy szeretettel várjuk azt, hogy egész nap velünk legyetek. Ez nem kötelező, de nagyon ajánlott. Ugyanis kézműves sarokban biológika könyvjelzőket lehet majd készíteni, ami megint nagyon ajánlott a tudatossághoz, hiszen van szervatlaszotok, ugye Roberto? Nagyon, nagyon várnak benneteket ott a sarokban. Tombolát lehet venni, nagy nyeremények vannak, meglepetések vannak, és délután 4 órakor fogjuk húzni. A következő programunk biológikus beszélgető sarok, beszélgető óra. Arra szeretnénk kérni benneteket, hogy ha van téma, ami benneteket megmozgat, hoztatok ide olyan kérdést, azt tegyétek föl bátran, használjátok fel ezt az alkalmat a Robertóval egy kis beszélgetésre. Mindenki, aki itt van, annak ez fontos és szintén téma. Tehát ne legyen bennetek az az érzés, hogy most itt akkor mit fognak szólni ott a harmadik sorba, vagy mit mond az Imola vagy a Hildön, ez már milyen égő. Nem, ez nekünk is megvan, bennünk is megvan az a program, végig is játszottuk a színpadon, az eseményeinkben, a történeteinkben, a férjeinkkel, a feleségeinkkel, az anyánkkal, az apánkkal, mindenkivel, úgyhogy nagy tudatosságunkra fog nekünk is szolgálni. Kérdezzetek bátran, és nem kell bemutatnom, de mégis bemutatom, csak mert szeretek beszélni, úgyhogy Barnai Roberto, és érezzétek jól magatokat, legyen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntelek én is! És ez egy remek lehetőség, hogy itt nyíltan beszélgessünk most. Már régóta tervezünk ilyen alkalmat. Én andó már az Uránia Filmszínházat nézegettem itt lassan 2 éve, hogy ott kellene ilyeneket tartani, ugye, mint a biológikához méltó helyszín. Most itt vagyunk, ez tökéletesen alkalmas, és én azt gondolom, hogy ha van olyan témád, olyan kérdésed, ami nem intim jellegű, és mást is érdekelhet, akkor most itt megbeszélhetjük nyíltan, ilyen nyílt forráskódú alkalom. Úgyhogy várom szeretettel az első beszélgető partneremet. Van-e olyan témád, ahol elakadtál, ahol... Igen? Parancsolj, gyere! Kicsit félek. Igen? Ne félj! Ne félj, nem vagyunk beoltva. Viszont vírusos fertőző gyulladása van. Azt már elkaptam. 2 éve. Oké. Hogy hívnak, kedves neve? Német Mártonárok, és Nagyváradról érkeztem. De jó. Német Márta, Nagyváradról érkezett. Régi új medicinás, ugye? 2 éve. 2 éve, hát az már egy idő. Hát nekem egy fejfájásom van, ami meg is tudom mondhatni pontosan, hogy hol szokott fájni. Uh-huh. És pont ma reggel megint éreztem, hogy ez a mai nap meg így általában egyszer egy héten, és általában hétvégén szokott fájni. És akkor nagyon erősen szúródik, lassan kezdődik, szóval egy picit fáj, és ennyire erősebben, és nagyon, nagyon erős fájdalomcsillapítóval az utóbbi időben már nem bírom másképp, mert így úgy érzem, hogy a szemem, a fülem, a fél fejem az úgy, mintha lesen. És nem tudom, már olvastam utána, mert Tusnádföldön is kérdeztelek én tégedet, de úgy meg már az Albertenikőt is kérdeztem, de úgy nem tudok rájönni az okára pontosan. Aha. Árukodó jel mindenképpen, hogy hétvégénként gyakrabban fáj a fejed. Ez azt jelenti, hogy hétköznap stresszeled magadat valamin, amivel nem kell foglalkozni hétvégén, és akkor megfájdul a fejed. A biológiai konfliktusnál mindig egy olyan dolgot keresünk, mint konfliktus forrás, amin az ember stresszeli magát,
És ez a dolog egy életviteli akadály, egy életviteli nehézség. Hogyha ez a dolog nem oldódik meg, nem rendeződik, akkor az nekem nem lesz jó. Tehát nem kell egyébként a fejfájásoknál nem kell egy nagy konfliktusra gondolni. Tehát ez a megtévesztő sokszor, erről akartam is nektek már beszélni, hogy jelenleg végzünk olyan kutatást, felderítést, feltárást, ahol pici konfliktusoknál nagy fájdalmak jelentkeznek, más eseteknél, bazi nagy konfliktusnál alig vannak fájdalmak. És ezeket gyűjtögetjük most, hogy melyik külön program milyen jellegzetességekkel jár együtt. És például a fejfájás téma az pont egy ilyen, hogy pici konfliktus visszaeső jelleggel hétvégén tud egy borzalmas fejfájást előidézni. De ennek a borzalmas fejfájásnak nem egy óriási ödéma az oka, hanem egyszerűen egy agyérgörcs. Tehát az elhelyezkedés, amit mutattál, az érdekes. Ugye itt a fejünk búbján van a szenzorikus kortex, és mögötte van a posztszenzorikus kortex. Tehát ugye nincsen CT-d, hogyha a gócod esetleg mégis góc fáj a fejedben, és ez kéregállományban van, akkor ez valami szeparációs konfliktus. Nem akarok valakivel érintkezni, ugye szociális konfliktusok csapódnak be az említett agyi-relé központokba, vagy kéregmezőkbe pontosabban. Tehát ami szóba jöhet, hogy stresszeled magadat valamin hétközben, hogy én ezt agyilag nem bírom lerendezni, nem tudom megoldani, jó lenne már megoldás, de nem sikerül, és rá stresszelsz egy picit hétköznap, akár minden nap egy kicsit, és hétvégén akkor nem kell foglalkozni ezzel a témával, és akkor jön az agyérgörcs. Tehát visszatérő tünet, egész biztos, hogy konfliktus van mögötte. Tehát a egyszerűsített kérdésem az, hogy mind szoktál hétközben stresszelni? Van ezek között olyan, ahol az van, hogy fú, ez már hatodik próbálkozás, és még mindig nem sikerül valamit megoldani. Egy viszonyt egy emberrel, egy velem együtt élő élőlénnyel problémát megoldani, élethelyzetet, munka, feladatot. Tehát valaki képes egy ilyen dolgon, hogy tudom én, elromlott a weboldalam, és akkor nem tudom megcsinálni, és akkor jaj, most hogy fogom megoldani, stresszeli magát, ahelyett, hogy fölhívna egy rendszergazdát, aki két perc alatt elintézne. Tehát nálad mi lehet? Mire gondolsz? Én azért szeretem az új medicinát, mert fülön tudjuk vele csípni a konfliktusokat. Tehát nekem akárhány elváltozásom volt, ismerve a biológiai konfliktus tartalmat, lehetőségünk van arra, hogy amikor benne vagyunk a konfliktusba, akkor fülön csípjük magunkat, és azt mondjuk, hogy állj, elég, ne tovább, nem ér annyit, nem idegeskedek, majd megoldódik. Tehát ami esetleg nehézség lehet, hogy ez nem egy borzasztó nagy dráma, inkább csak egy kis ráfeszülés hétközben. Szinte elviselhetetlen. Uh-huh. Az agyérgörcsöknek ez a jellegzetessége. Hogyan lesz agyérgörcs? Erek biológiai különprogramja a szervatlaszban, hogyha valaki fel akarja ütni, a vérerek fala 4-1-8. Hátráltatottság, önértékelés, letörés. Nem sikerül, nem haladok, nem tudok valamit megoldani. Hátráltatottnak érzem magam a normál életvitelemben. Ugye, hogyha az agyi ér lesz elváltozásban érintett, akkor valamilyen intellektuális hátráltatottságról, akadályoztatásról van szó. A egy ciklusú konfliktus lefutásnál az epileptokrízisben nem jelentkezik agyérgörcs. Érdekes módon ott egy ciklusú érfal különprogramnál az epileptokrízisben nem jelentkezik agyérgörcs. Agyérgörcs csak akkor jelentkezik, hogyha visszaeső konfliktus aktivitást produkálunk, akkor az epileptokrízis hosszabb ideig fog tartani egy picit. Hát picit. Az a néhány óra azért elég
kegyetlen tud lenni egy ilyen agyergörcsnél. Tényleg az ember már a hűtőszekrénybe dugná be a fejét legszívesebben. Ismerős a téma nekem is. Tehát biztosak lehetünk benne, hogyha agyérgörcs jelentkezik, akkor ez egy visszaeső jellegű dolog hétköznap. Nem kell nagy dologra gondoljál. Miből tudjuk beazonosítani a biológiai konfliktust? Hát ugye van öt ismertető jegye. Drámai, váratlan, megütközés jellegű, elszigetelten megélt és nincs megoldása. Ugye a drámai az azt jelenti, nem ilyen borzasztó nagy horror családi tragédiákra kell gondolni, hanem a drámai azt jelenti, hogy ez a dolog engem megérint, ha egy picikét is, de megérint, képes fölzaklatni. Amikor valaki azt mondja nekem, hogy levág az éberség, és egyszerűen felzaklatódom, nem bírom megállni, hogy ne zaklasson fel ez a téma. Második, váratlan. Hát a váratlanság ilyen esetben azért nem teljesül, ugye mert visszaeső konfliktus aktivitásról van szó. De egész biztos, hogy neki is volt egy olyan dolog az életében, amikor ugye először rá stresszelt, hogy hű, sose gondoltam volna, hogy én valamit nem tudok megoldani. És akkor ez azóta ennek a restimulációja. Harmadik, megütközés jellegű. Ez a dolog az életedben egy olyan dolog, amit nem tudsz eltűrni, nem tudsz elfogadni, nem tudsz elviselni. Ez a dolog nem oké, és nem szeretnél vele együtt élni. Akár csak az, hogy egy kitalált példát mondok, hogy vannak olyan időszakok, amikor, mit tudom én, a férjeddel nem tudsz jól szót érteni. És téged ez hazavág. Hát látom, hogy ideges, feszült, szeretnék vele beszélni, és nem sikerül vele szót érteni, mert most, mit tudom én, rohamos. Tehát ilyen apróságokból is tudunk magunknak agyérgölcsöket varázsolni. Negyedik, elszigetelten megélt. Erről a témáról nem beszélünk másoknak. Magunkba folytjuk. Ugye ilyen nagyon enyhe konfliktusoknál gyakran nem is tartjuk érdekesnek a témát, hogy kibeszéljük. Nagyon drámai konfliktusoknál pedig elhallgatjuk. Az ötödik pedig, hogy átmenetileg nincs megoldása. Tehát szeretnélek téged megnyugtatni, ha megtalálod azt a stresszelést, azt a fajta stresszelést, ahhoz a egy dologhoz, egy témához kapcsolódó stresszelést, ha rájössz, akkor nem fog többet beindulni ez a külön program. Ez a legjobb az egészben. Ugye szoktam mondani, hogy hogy azért kapcsol be az agyunk egy biológiai válaszreakciót, mert lelkileg szenvedünk. Tehát hétköznap mind szoktál szenvedni, küszködni, erőlködni, vagy akár lehet egy ördögi kör, hogy már csütörtök van, olyan jó fejfájás nélkül, hétvégén jön ez a rohadt fejfájás, és jaj, nem tudok vele mit csinálni. Így pontosan nem, de azt észrevettem, hogy mikor én nekem lazítanom kéne, például ma is, vagy akkor nekem mindig fáj. Mint hogyha nem valami bennem történik, hogy én ne tudjam magamnak megengedni azt, és aztán persze ez miatt én megint ideges vagyok, hogy nem igaz, hogy én ma most itt vagyok, Budapesten, és meg egy másik helyen, és nekem akkor... Aha. Tehát ha nekem lazítanom lehet... Most mondtam, ami jött. Ez a legjobb. Ezt így csináljuk otthon, és gyakran beállunk a tükörbe, és elbeszélgetünk azzal a figurával a tükörbe. Néha még vitázunk is. Lehet, nem érdemlem meg én ám a lazítást. Ez szép dolog, szép tőled, hogy ezt gondolod, de nem erről van szó. Tehát itt valamin stresszálsz hétközben, és végre, amikor eljön a pihenés, amikor van egy ilyen kötetlen, szabad nap barátokkal, és nem kell azzal a témával foglalkozni, akkor lejössz a konfliktusról, és megfájdul a fejed. Tehát a fejfájás ilyen esetben, hogyha agyérgörcsről beszélünk, az epileptokrízisben jelentkezik. Ha nem lenne hétköznap visszaeső ez a konfliktus aktivitás, akkor nem fájna a fejed hétvégén. Jó,
A vizsgálod már esetleg, hogy mi lehet az most a dolog? Így, hogy egy dolog, vagy több minden is? Több minden is lehet. Több minden is. Tehát, hogyha rájöttél egy dologra, akkor, és ez köze van a konfliktusodhoz, akkor kell lenni a tüneteknek, a tünetekben változásnak. Ebből szoktuk észrevenni, hogy jó nyomon járunk. Hogyha előszedünk 5-6 konfliktust, és nincs semmi változás a tünetekben, akkor lehet, hogy konfliktus érzelmi tartalmilag találó, de nem onnan fújt a szél. Szoktam ilyenkor mondani, ugye mi az, ami esetleg nehézség egy kezdő konzulens számára ilyen esetben? Az, hogy nem annyira látványosan nyilvánvaló a konfliktus és a hatása. Azért, mert minél enyhébb egy konfliktus, annál nehezebb fülön csépni. De most itt speciál az agyérgörcsnél arról van szó, hogy egy ilyen kis icike kis picike kis stresszelés hétköznap képes tacsra vágni az embert hétvégén. Tehát egy pici dolog ez. Figyelj, lehet azt csinálni ilyenkor, hogy elkezdem összeírni, én így szoktam, hogyha elváltozásom van, vagy belefutok valamibe és nem tudom azonnal, hogy na mik azok a dolgok az életemben, amit úgy élek meg, hogy nem tudok megoldani, nem tudok rendbe tenni, nem tudok agyilag lerendezni, fejbe megoldani, intelligensnek lenni, valakivel az ő nyelvén beszélni. Mert ahhoz is nekem kellene intelligensebbnek lenni, hogy valakivel sikerüljön szót érteni. Mik azok a dolgok az életedben, amire ez ráillik, és szenvedsz tőle? Az, hogy a biológiai konfliktustól szenvedünk, ez egy nagyon jó nyomkövető. És akkor elkezdünk egy listát írni, és utána megnézegetjük, hogy na, ez életviteli akadály nekem? Hát, hülye szomszéd, de most már megint beszólt, tehát ilyen már 20 éve, úgyhogy kiesik. És így megyünk végig, és egyszer csak fönnmarad a rostán az a téma, amiről szó van, ami ahonnan a szél fúj, ahonnan az elváltozás kiindul. Van valami esetleg olyan felismerés esetleg, amit meg tudsz velünk osztani, ami nem intim? Mert természetesen semmi intim dolgot nem kell itt kibeszélni, azt max. 4 szem közt. Amire gondolok, édesanyám egyedül jár, 81 éves, és hétvégén szoktunk menni hozzá haza. Mondjuk ez is gondolom, hogy angaszt, hogy hétközben gondolok sokat, hogy most mit csinál, hogy van, és akkor hétvégén megyünk haza. Persze nekem ottan a körülmények, ahogy ő él, ahogy ő az életvitele nem annyira tetszik, és akkor én valószínűleg ez is. Tehát, hogy azon stresszelnéd magad, hogy hogyan tudod megoldani? Igen. Édesanyámnak a helyzetét, mert ő nem akar hozzám költözni, ő egyedül akar lenni, de az nekem meg 60 kilométerre is lakik tőlünk, meg ott egyedül 81 évesen, sokat gondolok rá, hogy történhet vele valami, és nincs kinek is segítsen, vagy nincs mellette senki. Uh-huh. Ez lehet az egyik dolog, ami... Hogy valahogy meg kéne oldani azt, hogy a mamának jó legyen? És ez olyan dolog, ami kilátástalan, nem mondtuk rám, nem megold, nem lettem a megoldása, hogy hogy oldjam meg. Hát ez érdekes. Na tegyük fel, hogy innen fúj a szél. Akkor mit csinálunk? Legközelebb fölmerül az anyukájának a témája. Tudja, hogy aha, ezzel szoktam csinálni magamnak a jó kis fektetős agyérgörcsöket. Úgyhogy belegondolok, empatikus vagyok a mamával, de nem azonosulok az áldozattal, a problémával, a szenvedő alannyal, vagy az egyedül illetékessel. Ugye a biológiai konfliktusnál fontos dolog az, hogy a konfliktusnál érintettnek érezzük magunkat. Mert ha van egy társadalmi probléma, abból nem fogok egyedi személyes elváltozást produkálni. De hogyha van egy dolog, ahol én vagyok az érintett, rólam van szó, a családomról van szó, senki nem tud intézkedni, ne is nekem kellene intézkedni, ezzel úgymond beazonosulunk, és így rákényszerítjük az agyunkat, hogy segítsen nekünk.
Milyen... Oké, van-e még... Én már megyek tovább rögtön, de mondom a konzulás gyakornokoknak, hogy a profi konzulásnak az az első számú ismertetőjegye, hogy soha semmit nem vesz készpénznek. Hogyha az érintett már 6 dolgot elmondott, ami full telibe találja azt a konfliktus témát, és tényleg úgy néz ki, mintha onnan fújna a szél, mindig hagyjunk nyitva egy kiskaput. Mi van, ha mégse? Mi van, ha van még ott valami más is? Ugyanilyen hiba, amikor valakihez visznek egy diagnózist, valami van ráírva. Tudod, csak hűlök most a valami van ráírva, mert ez a valami a legfélelmetesebb dolog az univerzumban. Valami rá van írva, és akkor készpénznek vesszük, és elkezdjük keresni a konfliktust, és nem találjuk a konfliktust. Hát persze, mert egyáltalán nem biztos, hogy a diagnózis stimmel. Tehát van-e még valami esetleg? Hát valószínűleg. Mondjuk a párom mindig azt mondja, hogy nagyon sokat agyalok. Hát tessék, nagyon sokat agyalok. Hogy tudnám megoldani, Hát igen. Senki nem oldja meg, ha én nem oldom meg. Miért veszed magadra anyukádnak a kérdését? Nincs testvéred? Hát van testvérem, de ő itt él Budapesten, én Nagyváradon élek. Tehát még messze van. Messze van, és az édesanyám terhe az csak rám tartozik, úgymond. Hát elég gyanús ez a téma. Olyanokat mondasz, rám tartozik a terhe. Ugye ez egy teher, amit meg kellene oldani, valamit intézni kéne. És mi az akadálya ennek, hogy anyukád a boldogulj, előrébb lépjél? Nagyon szeret egy helyben lenni, vagy ott lakni, vagy... Igen. Hát az volna helyes dolog, hogyha elfogadnám ezt az egészet, hogy neki ez a kívánsága. Nagyon bölcsen elmondja nekem, hogy ő neki az úgy jó, ahogy van, én fogadjam el. Kezdődött voltam. Én aggódom érte, hogy ott egyedül van. És nincsenek úgy szomszédai, szóval teljesen elszigetelve van, az állataival. Kutya, cica. De úgy más dolgokon is agyalok én, hogy a mindennapokban munkahely, párkapcsolati dolgok is, persze minden, amit most én nem szeretném. Jó kis kihívás. Na, itt szóval tényleg igaz, hogy agyalok, és valószínűleg, hogy... Na, itt az alkalom, hogy leszoktasd magadat az agyalásról, mert addig fogod kínozni magadat az agyérgörcsökkel, nagyon kellemetlen, nem tudom, hogy hányótoknak volt már agyérgörcs élete során. Tehát ez... Akárhogy fekszel, nem jó. Akármit csinálsz, nem jó. Így teker az ember feje, ide, még itt is húzódik a nyak az embernek. Ez egy jó lecke. Hogy? Leszokjál a stresszelésre. Tehát kvázi ez egy rossz szokás. Tehát nem kell semmi nagy dolgot csinálni, nem kell föladni anyukádat, nem kell elhanyagolni, hanem képzeld el azt a helyzetet, amikor úgy oldod meg a problémákat, hogy nem stresszelsz rajta. Ezt meg kell tanulni. Annyi éve csinálom már, teljesen érthető, hogy miért annyira fontos neked ez a téma, hát az egy szem édesanyád, és hát milyen jó lenne, ha jó lenne, és te látsz egy problémát, amit esetleg még ő se lát, és akkor... Ő nem. Mondja, hogy neki az nem probléma, ami nekem. Aha. Lehet, hogy meg kellene engedned azt, hogy ő úgy éljen, ahogy akar, és... Már csak a fejfájás vagy miatt is. Nekem volt olyan, képzeljétek el, hogy agyérgörcs, hogy hétköznap párkapcsolati mizéria miatt stresszeltem magamat, nem jól működött a kommunikáció, és akkor hogy mondjam, hogy csináljam, hogy fogalmazzam, hogy intézzem, hogy beszéljek vele, hogy kommunikáljam. Hétköznap ment csip-csup témákon, nem kell nagy dolgokra gondolni.
hétvégén általában tréninget tartok, és hétvégén jött a fejfájás. És szépen belefutottam abba, hogy szinte minden hétvégén elkezdett fájni a fejem, pont amikor 100% agyi kapacitást kellene produkálnom. Az a dolog egy szakítással végződött, mert nem sikerült megoldani. De nem tudok mit csinálni. Köszönöm szépen, és anyag, hogy kérdezem. Oké. Okay. Nagyon gyengén hallatszott a Máté, ugye Máté? Igen. A Máté az elején mondott valamit. Orlik Ilona, elismert konzulens a Szabad Egyetemünknek. Hogy hát engem jobban hallani ki. Az elején valamit mondtál, Márti, hogy Nagyvárad, meg itt lenni, ott mit mondtál? Ott nem hallottam tisztán, hogy a fölött voltam konfliktus. Hogy Nagyvárad, és itt lenni? Igen, nem értettem azt, hogy jöttünk. Nem tudom. Hogy a nővére van itt Pesten, és ő van lenne Nagyváradon is, hogy épp ezért az ő terhe, az édesanyja, mert ő is Nagyvárad. Nem, azt szerintem az elején az volt, hogy én, hogy ugye mindig mikor jól érezhetném magam, például most is, ma is, és most is érzem, hogy le van zsibbadva így ez a rész. És már amikor elindultunk otthonról, mondom, már nem merem mondani sem a páromnak, hogy már megint kezd fájni a fejem. Múlt héten voltunk Miskolctapolcán, 2 napig, és nekem 2 napig egyfolytában fájt a fejem. És hogy most is, meg jó, alig vártam, hogy ide jöhessek közétek, és találkozzak veletek, és már kezdett reggel zsibbadni a fejem. Mondjuk most nem aggódok édesanyám miatt, mert valakire rábíztam, hogy legyen vele, de én inkább azzal kapcsolatban hozom, hogy mikor én jól érezhetném magam valahol, gátolom magam. Erre akartam rá kérdezni, hogy ez olyan alapnői mentalitás, talán nőként én magamra ismertem, ahogy ő beszélt, vagy azt hallottam ki, mert nem hallottam minden mondatot, hogy gátoljuk magunkat is, az alapindítatás, az alapkérdés az volt, hogy akadályoztatva, áramlásokban akadályoztatva, hogy saját magamat képes vagyok akadályoztatni, annyira vágyódom, hogy oda menjek, de most ha itt vagyok, akkor meg ott akarok lenni. És ez ilyen nagyon női dolog szerintem. Hogy soha nem ott vagyunk, amikor... De én nem érzem most, hogy én nekem ott akarok lenni, hanem egyszerűen, mintha elvontanám magamnak azt, hogy most itt jól éreztem magam. Hát, igen. Tehát ez tipikusan az a helyzet, hogy amikor végre ellazulhatnék, jön a fejfájás. Ugye ezt csak a kétszakaszúság ismeretében tudjuk helyesen értelmezni. Visszaemlékszem, 10 évvel ezelőtt még a MÁV-nál dolgoztam egy elég stresszes munkakörbe, hazamentem meglátogatni a szüleimet, és hánytam, fostam, fájt a fejem, és odajön édesanyám, mi van fiam, mindig beteg vagy, mikor hazajössz? Hát te most jöttem le a konfliktusról, végre nem kell bent lenni reggeltől estig az irodába, nyugi van, azt kidőlök. Tehát ez a dolognak a hátulütője, mondja a gyönyörű szép magyar nyelvünk. Tehát, hogyha sikerülne nevén nevezni, konkretizálni, hogy mi az a dolog, amin szoktál stresszelni, és abba hagyod, mint a tüzet elkerülöd, hogy igen, ja, hogy anyukám témáját meg kéne oldani, nem oldom meg. Nem érdekel. Nem tehetem meg, hogy stresszelek magamat tovább. Ilyenkor jön a lelkiismeret, hogy tehát egyszer lánya anyukámnak, hogy tudok, hát ki fog rá vigyázni, ha én nem? Figyelj, itt már arról van szó, hogy további problémákat csinálsz magadnak a stresszeléssel. Az egyik legjobb ilyen konfliktus rezisztencia pozitív megerősítés, hogy nem érdekel. Tehát ez valahogy meg kéne... Nem. Elég volt. És amikor megint jön az az érzés, hogy na, hogy lesz, mint lesz, elég, stop. Ugye fontos dolog, hogyha egy konfliktust nem tudsz megoldani, a feladat az, hogy találd meg azokat az embereket, akik meg tudják oldani. Tehát ne csináld azt, amit én is megcsináltam, hogy volt egy jogi esetem, egy jogi ügy, és képes voltam 2 hónapig őrlődni otthon,
egy piti elnett dologról van szó, koccanás, rám fogták, hogy én voltam a hibás, akarták menni a jogsimat, stb. Két hónapig stresszeltem, hogy fú, most akkor mit fogok csinálni, míg végre felhívtam egy ügyvédet, hogy hát van egy ilyen eset, nem semmi gond, átkülök egy papírt, átírod a nevedet, aztán van intézve. Tehát amin én agyaltam két hónapig, az neki egy papírmunka volt. Ne essünk ebbe a hibába. Én akkor megfogadtam, hogy nem fogok még egyszer. Ha ügyvédre van szükség, akkor keresünk egy ügyvédet. Hogyha hospiszosra van szükség, akkor keresünk egy hospiszot. Ha idősgondozóra van szükség, akkor keresni kell egy idősgondozót. Ha békénhagyásra van szükség, akkor békén kell hagyni anyukádat. Fejezd ki másképpen a szeretetedet, nem tudom. Biztos ki tudod még 100 módon fejezni. Mint az, hogy mártírkodsz itt a fejfájással. Nagyon rendes tőled egyébként, tényleg. De ez csak te érzed ennek a levét. Parancsolj! Nem lehet, hogy ez már a fejfájástól való félelem, ami miatt visszatért? Erre rákérdeztem, emlékszel? Bocsánat. De semmi baj? Tehát, hogy nem lehet az, hogy esetleg már azon agya az hétköznap, hogy már megint tönkreteszi a hétvégémet az a rohadt fejfájás? Ilyen is lehet. Ista. Nem vicc, már interneten már ilyen listaterapeutának hívnak. Kiérdemeltem ezt, hogy írjál listát, hogy mik azok a dolgok az életemben, amit nem tudok megoldani, nem tudok helyre tenni, amin agyalok. Ha rájöttél, az agyat már nem reagál. Legalábbis nem olyan erővel, nem olyan intenzitással. És nagyon jó, mert figyelj ide, egy-két hét alatt meg tudnál ettől a dologtól szabadulni. Ezt komolyan mondom? Tehát volt olyan eset, hogy én hónapokig szenvedtem egy ilyen visszatérő migrénes, viszonylag enyhe agyérgőstől, és amikor rájöttem, hogy igen, ja, hogy azon a céges dolgon stresszelem magamat, én nem stresszelem magam többet. És akkor jön ugye a lelkiismeret, hogy te vagy az ügyvezető, ha nem oldod meg, akkor ki fogja megoldani? Nem érdekel. Majd valahogy megoldódik. Elég volt a fejfájá, és megoldódott. Tehát másik, hogy minél jobban rá stresszelünk egy témára, annál jobban lecsökken az a széles látásunk. Tehát minél jobban hogy oldom meg a mamának a kérdését, hogy oldom meg, és közben elmegy mellettem két olyan ember, aki helyből alkalmas lenne gondozónak, sőt el is látná, lehet a második szomszédból akik, de mert azon stresszrek, hogy én hogy fogom megoldani, elmennek mellettem a megoldások. Ezért sem érdemes stresszelni. Igen, és a hölgy, amit mondott, van benne valami, mert a tegnap, amikor elindultunk Budapestre, mondtam, menjünk be egy gyógyszertárba. Mert csak egyféle gyógyszerrel múlik el a fejfájás, most Magyarországon ugye nem adnak ilyen erős ketonál, nem tudom, hogyha ti ismeritek itt, de nem, semmivel nem múlik el, semmivel, csak avval, csak azzal az egy gyógyszerrel, és párom mondja, hogy Márti, te most mit csinálsz? Te most mit csinálsz, hogy megveszed a gyógyszert előre? Hogy esetleg már holnap neked fog, ugye a tegnap péntek volt, ma szombat van, és akkor ma, amikor elindultunk ide, akkor most még nem fáj nagyon, de mondjuk nincs nálam a gyógyszer, otthon hagytam most. Nálam van, ha kérsz. De ez nem baj. Egyáltalán nem baj. Hát gondolj bele, hogyha benne vagy egy ördögi körben, hogy hétköznap azon az a rossz érzés feszít belülről, úgyhogy mondom, nagyon enyhén stresszelem magamat azon, hogy jön a hétvége, elmehetnénk, pihenhetnénk, nyugi lehetne, és megint fog jönni ez a rohadt fejfájás, akkor inkább zsebelj be egy marék gyógyszert, és nyugtasson meg, hogyha hamar jön a fejfájás, beveszem, és addig sérgeskedek rajta. És akkor azt teszed észre, hogy megvetted a gyógyszert, de már hétvégén nem jön a fejfájás, mert megnyugtató volt az, hogy ha majd fáj, és amikor szarul leszek, akkor valamit majd enyhít rajta. Tehát, hogy nem vagyok ez a totál lehetetlen helyzetben. Tehát ez lehet konfliktus megoldás segítő dolog, igen. Tehát megnyugtat a tudat, hogy hát ha fájni fog a fejem, akkor itt a gyógyszer beveszem, és addig se stresszelem magamat. És itt van nyertyűjünk.
Ez a fejfájás nagyon gyakori téma, és köszönöm, hogy felhoztad. Figyeljetek ide, nem tudom, hogy az a hölgyike lesz-e ma, aki remélem bemutathatom nektek, aki 4 éven keresztül minden nap migréntől szenvedett. Komolyan mondom, neked már az arcába bele volt ráncosodva a fájdalom. És amikor én leültem vele konzultálni, és elmondtam neki, hogy figyelj, van olyan élet, amikor nem fáj a fejünk, hát ő azt már se tudja képzelni. Ő már azt, hát ez szép meg jó dolog, de ennyi év alatt ennyit szenvedni, és semmi gyógyszer nem használ, és mindent megpróbált, és ő már el sem hiszi, hogy lehet fejfájás nélkül élni. Képzeljétek el ezt az esetet. Most akkor őt szedjem le arról a konfliktusról, hogy nem tudom megoldani a fejfájás problematikáját. És mondtam neki is, hogy figyelj, nagyon hamar le lehetne erről jönni, csak ehhez le kéne téged rángatni arról a szent meggyőződésedről, hogy te nem tudod megoldani a fejfájás problémáját. Mert befordultál egy ördögi körbe. Az a ritka konzultációk egyike volt ez a hölgy, akivel 3-szor konzultáltam. Ez a nagyon ritka eset. Maximum 2 konzultáció elég, az emberek többségével pedig egyetlen egy konzultáció is elég ahhoz, hogy kilépjenek a elakadásaikból. És mondom a hölgynek, képzeld el, hogy figyelj ide, kössünk fogadást. Szoktam így fricskázni az embereket, néha föl is bosszantódnak, hogy ma még fogadni akar itt velem ez a pofátlan. Kössünk fogadást. Egyszer csak azt fogod észrevenni magadon, hogy 3 napja nem fájt a fejem. Roberto. Ne haragudj, ez olyan szép, olyan utopisztikus, én nem tudom elképzelni, hogy már nem fájna a fejem. Oké. 2 hónap eltelt, a hölgyike hív, zokog. Képzeld, Roberto, most vettem észre, hogy 2 napja nem fáj a fejem. Na mondom, látod? Jó úton jársz, csak így tovább. Ez egy kis megerősítés volt neki, hogy na, tényleg erről lesz itt szó. Csak teljesen le kéne jönni arról, hogy fájni fog a fejem. Úgyhogy, és lejött. Ez a legszebb az egészben. Úgyhogy mondanám azt, zárnám ezt a beszélgetést azzal, amit Gilbert szokott mondani, hogy ha rájöttél, hogy honnan fúj a szél, eltűnnek a tüneteid. Tessék egy listát írni. Megéri. Én is köszönöm. Whenever it snows, the world is your snowball just for a song. Get out.